Abdul valódi arca. Szoktátok le Tali Ádámot bőnyállal. Na ez az, amire nem számítottam. Főleg, hogy előtte nem sokkal egy ilyen SMS-t kaptam tőle. De hogy tisztába tegyük az egész dolgot. Kezdjük a történet legelejéről. Abdul a TikTokon lett ismert, ahol eleinte egy tök szimpatikus, őszinte és szerény embert ismerettünk meg benne. Egy tök kedvehető karaktert láthattunk, de mennyire volt az egész színjáték? Egy szép napon felkeresett és a segítségemet kérte fogyásban, ez dátum szerint pontosan 2022. november 17-e volt. A kezdeti súlya ekkor 120 kg volt. Meg is írtam a személyre szabott programját, és akárcsak a többi online kliensemnek, neki is igyekeztem az étrendjét élvezhetőre és változatosra tervezni. Mivel eleinte nagyon komolyan vette, úgy döntöttem, hogy időt szentelek neki, és live edzéseket is tartok, amit sokan láthattatok, vagy akár még lehet, hogy néhányatok részt is vett bennük. Na de vissza Abdulra. Az első hónapban 10 kilót arott le a segítségemmel, természetesen ez a lendület kissé belassult, viszont már február közepére 100 kg alatt volt. Aztán én február végén elhagytam az országot, és mire visszaértem, szó-szó abba hagyta, de a végsúlya valahol 92,5 kg körül lehetett. Ami azt jelenti, hogy durván egy 4 hónap alatt sikerült egy stabil 28 kg-tól megszabadulni, ami szerintem nagyon szép eredmény. Talán ezt nem sokan tudjátok, viszont Abdul amúgy pánikbeteg. Tavaly nyáron már mély depresszióval küzdött, amiben igyekeztem segíteni neki, és a programot is csak úgy hébe-hóba csinálgatta. Majd végül október környékén már elengedtük egymás kezét, viszont barátsággal váltunk el, és úgy voltam vele, hogy igyekszek mellette maradni, akár csak egy jó barát. Tavaly október óta nem beszéltünk, egészen 2 héttel ezelőttig, amikor is jött egy ilyen SMS tőle. Szia testvér, Abdul vagyok. Pénteken készítek egy videót, 100% őszintén az együtt dolgozott időszakról. Megérdemlik az emberek, rengetegen kérdeznek ezzel kapcsolatban, csak is pozitívan állítalak be, ami igaz is volt minden téren. Gondoltam szólok, hogy tud puszillak testvér, remélem jól vagy, szép hetet, üdv. Erre én reagáltam is rá egy napra, szia Abdul, szuper, majd küld a linket. És hát igen, én vártam a linket, de csak a jelölések jöttek, de azok rendesen. Az egészben az volt a sokkoló, hogy nem volt ennek előjele. Így sajnos akárcsak a Gézúból, Abdulból is előjött az a kis vér, és nem kicsit támadott hátba. Tari Ádám, geci! Hát de mindig azt kérni, Tari Ádám, a kis buzi! 2 éve! Én zárásképpen csak annyit mondanék, hogy mindenképpen tegye magát rendbe, elsőnek lelkileg. Meg ez az izé is rátett, ez a depresszió, ami van, tudod. De most, hál' Istennek, 2 hónapja már jobban vagyok. 1 hónapja már rohamom sem volt, szedem a gyógyszereket, stb. Ez az antiszarokat. Forduljon pszichológushoz, nem ciki segítséget kérni, mert a dühkitöréseiben, depressziójának kezelésében és pánikbetegségében szakember az csodákat tehet. Én nem haragszok rád, Abdul, viszont velem együtt nagyon sok ember is csalódott benned. Sajnálom, hogy ez így alakult. Isten veled, testvér. Peace.